Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónaltáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Autók téli felkészítése. A tapasztalatok szerint sokan az utolsó pillanatig halogatnak. Ismerkedés, kapcsolatépítés. Együtt reggeliztek a település vezetők Bátaszéken. Jótékonysági Mici Mackó futás. Harmadszor rendezte meg a Dombóvári Szivárvány óvoda. Kakasdi székelyek Cserna-Keresztúri delegációt fogadtak. Közelednek az igazán hideg őszi és téli hónapok, itt az ideje felrakni a téli gumikat autóinkra. A szakember azt mondja, sokan halogatják, az utolsó pillanatra hagyják. A hideg idő beköszöntével azonban nem csak az abroncsokra kell odafigyelniük a sofőröknek. A biztonságos téli közlekedés érdekében már most érdemes lecserélniük a nyári gumikat az autósoknak. A tapasztalat a szakember szerint azt mutatja, hogy ezt sokan az utolsó pillanatra hagyják. A témával kapcsolatban az egyik tolnai autószervízben érdeklődtünk. Sajnos ez jó kérdés, és valós is, hogy nálunk, hogyha megjelenik a hó az aszfalton, ugye akár egy centi, két centi, akkor kezdenek el kapkodni ugye a gépkocsi tulajdonosok, holott ugye nem ez a cél, hanem ugye a hideg időbe, ugye a gumiknak a megfelelő tapadása is egészen másképp viszonyul ugye az aszfalthoz képest, megnőnek a távolságok, és ebből ugye igencsak komoly problémák vagy balesetek is lehetnek. A tavalyi évhez képest a gumiköpenyek árai 15-20%-kal emelkedtek. Még mindig ugye vannak olyan árak, amik kispénzű embereknek is megfelelő lehet, és ugye akik ugye magasabb kategóriákkal járnak gépjárművekre, oda persze természetesen ugye a megfelelő minőségi gumikat kell használni ugye a nagy teljesítményű járműveknél. Az autók téli felkészítése során nem csak a gumikra kell odafigyelniük a sofőröknek. Ez azt jelenti, hogy feltölteni ugye a téli szélvédő mosókat, a motor hűtőrendszerét ugye fagyározni kell, de ettől függetlenül az ablakmosó berendezéseket, az ablaktörlő tisztító berendezéseket is, akár akik még kulcssal működtetik az árakat, ugye lefagyározni a zárszerkezeteket, ne fagyjon be. A tél előtt továbbá egy teljes körű átvizsgálás is javasolt, nem szerencsés, ha a sárban vagy a hóban derül ki egy korábban ismeretlen műszaki probléma. Bozsolik Róbert, Bátaszék polgármestere villás reggelire hívta a környékbeli települések vezetőit kapcsolatépítés és ismerkedés céljából. Jövőbeli közös tervekről, együttműködési lehetőségekről tárgyaltak a résztvevők. Szeretnének ezekkel az összejövetelekkel hagyományt teremteni, mondta Bozsolik Róbert, aki a Bátaszéki Városházán fogadta a vendégeket. Nem elsősorban azért, hogy reggelizni tudjunk rendszeresen a polgármester kollégákkal, bár ez is egy jó dolog, hiszen fehér asztal mellett oldottabban lehet beszélni ügyes bajos dolgainkról, hanem az együttműködést próbáljuk ezzel is erősíteni, hiszen eddig is tapasztaltuk, de azt gondolom az elkövetkező időszakra még jobban felerősödik, hogy nem csak egy településen belül kell az összefogást erősíteni civil szervezetek és az önkormányzatok között, hanem egy járáshoz, egy mikrotérséghez tartozó településeknek is szorosabban együtt kell működni, hiszen azt látjuk, hogy az elkövetkező időszakban olyan forráskihelyezések várhatók, amelyek nem célzottan a települések működését fogják segíteni, hanem olyan projekteket lehet, olyan projektekre lehet majd pályázni, amely több településnek a működését tudja elősegíteni, akár infrastruktúrában, akár ipari parkfejlesztésben, vagy akár olyan szolgáltatásoknak a létrehozásában, amelyek több település lakosságának az életminőségét tudják javítani. Az előrelépés érdekében tehát szakmai alapokon nyugvó fontos együttműködési döntéseket kell majd meghozniuk a városvezetőknek. A terembe a résztvevők nyitottan, érdeklődve léptek be. Kíváncsian várták az újabb lehetőségek megtárgyalását. Elismerően nyilatkoztak a bátaszéki polgármester munkájáról, így a jövőbeli eshetőségekkel kapcsolatban is optimisták. Polgármester urat nagyra értékelem, azért is, mert így kívülről tekintve külső szemlélőként én még kezdő polgármesternek számítok ő hozzá képest. Nagyon nagyra értékelem a munkásságát, azt, amit elért a településen, és az a támogatottság, ami mögötte van, az bizonyítja az ő erején keresztül azt a rengeteg mindent, ami megalapozza az ő tudását ahhoz, hogy méltó a város vezetésére.
Pozsolik Róbert bízik abban, hogy a következő 5 esztendőben sikerül egy szoros együttműködésnek köszönhetően a régiót fejleszteni. A hétvégén ismét át kell állítanunk óráinkat, vége a március óta tartó nyári időszámításnak. Az órákat október 27-én vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani, ekkor kezdődik a téli időszámítás. Az óraátállítást először Németország vezette be 1916-ban. Az Európai Unióban 1996 óta működik erre vonatkozó egységes rendszer. Bár az óraátállítás eltörlését 2019-ben megszavazta az Európai Parlament, ez az intézkedés még azóta sem lépett életbe. Október 28-a hétfőtől kezdődik az őszi szünet az óvodákban, általános és középiskolákban, amely egész héten november 3-a vasárnapig tart. A diákok legközelebb december 20-a után mehetnek hosszabb pihenőre, a téli szünet egészen január 5-e vasárnapig tart majd. Az őszi szünetben családok tömegei indulnak útnak, a szállás.hu felmérései szerint 9%-kal többen, mint tavaly. Az utolsó pillanatos foglalásokkal együtt még további jelentős élénkülés várható az elkövetkező napokban is. Előzzük meg a halottak napi tüzeket, erre hívja fel a figyelmet a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 2023-ban Tolna vármegyében a tűzoltóknak több alkalommal is vonulniuk kellett temetőben keletkezett tüzekhez, továbbá gyertya vagy mécses miatt lakásokban felcsapó lángokhoz. Tamásiban például egy kegyeleti célból meggyújtott gyertya miatt keletkezett tűz egy családi házban november 2-án. A lakástüzek leggyakoribb oka, hogy az égő mécsest gyertyát túl közel teszik valamilyen éghető anyaghoz, vagy felügyelet nélkül hagyják. Az idei évben 3. alkalommal rendezték meg a jótékonysági Micimackó futást Dombóváron. Az időjárás is kedvezett a szabadtéri programnak, több százan csatlakoztak a jó hangulatú eseményhez. A dombóvári Szivárvány óvoda jótékonysági Micimackó futásához több százan csatlakoztak. Épüljön ez a közösség, és hogy a gyerekek mozogjanak, érezzenek jól magukat, szülőket, gyerekeket, intézményi dolgozókat közelebb hozzuk egymáshoz, és remekül szórakozzunk. Az 1 kilométeres táv teljesítését követően az óvodások szemmel láthatóan még nem fáradtak el. Nagyon-nagyon szuper ötletnek tartom, már a tavalyi évben is részt vettünk rajta, és idén is előszeretettel támogatjuk az óvodát, ahova már a nagyfiam is járt, és most a picike is, úgyhogy mindenféleképpen nagyon jó ötletnek tartom. A szülők és támogató családtagok, barátok a legfinomabb házi süteményekkel is készültek a délutáni zenés programra. Már kezdetek óta részt veszek ezen a kezdeményezésen, nagyon-nagyon jó kezdeményezésnek tartom, szülőként is, zenészként is, illetve azt látom a szülőkön és gyerekeken, hogy maximálisan élvezik ezt a Micimackó futást. Élvezik mind a sport részét, amikor Kittivel bemelegítenek a futás előtt, illetve élvezik az utána következő buli részét, a zene részét. A támogató és összetartó szülői közösségnek köszönhetően az óvoda hatékonyabban tud fejlődni. A 3. jótékonysági Micimackó futás történik, zajlik éppen. Nagyon sok kisgyerek és felnőtt szülő eljött, és régi óvodásaink is itt vannak. Az ökointézményt látogató picik már várják az év következő nagy eseményét is, a karácsonyt, ahol főszerepet kap a fenntarthatóság és újrahasznosítás is. Ülésezett Szekszárd önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága. A bizottságot az új önkormányzati ciklusban az előző évekhez hasonlóan továbbra is Gréci Félegyházi Gyöngyvér vezeti. A bizottságban helyet kapott még Bali Ildikó, Móra Viktória és Bomba Gábor, külsős tagokként pedig Főfaik Lára és Kajos Endre is. Az ülésen a tagok Bali Ildikót választották meg elnök helyettesnek, továbbá többek között elfogadták a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatához való csatlakozásról szóló előterjesztést. Az ülésről készült bővebb anyagunkat jövő heti híradónkban tekinthetik meg. Meghívót kapott a női U19-es magyar labdarúgó válogatottba a szekszárdi UFC fiatal tehetsége, Acsádi Petra.
Petra már a telki edzőtáborban készül a nemzeti csapattal. A válogatott felkészülési találkozókon Ciprus gárdájával küzd meg, majd novemberben és decemberben Svédország, Hollandia és Skócia együttesei ellen lép pályára Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken. Megérkezett a ciprusi Larnakába a Bátaszék Sport Egyesület karate szakosztálya, ahol szombaton rajtol el a 49. Vadokai Európa-bajnokság. A karatékák a tengerparton melegítettek be, szombaton pedig már minden korosztályos versenyzőjük tatamira lép. Vasárnap a felnőtt és master kategória, valamint a csapat kategóriák résztvevői mérettetik meg magukat. Fontosak számukra a gyökereik és hagyományaik. Ezen okból határon innen és határon túl is tartják a kapcsolatot a bukovinai székelyekkel. A Kakasdi Egyesület elnöke visszavonul, de továbbra is segíti a szervezet munkáját. Nagyon fontos a hagyományok ápolása, megélése, de ebben a közösségben ennél sokkal többről van szó. Sebestyén Brigitta, a Kakasdi Sebestyén Ádám székely társulat elnöke 35 éve költözött Déváról Kakasdra. Nagyon örültem annak, hogy nem csak Csernakereszúron, hanem Déván is láthatták azt, hogy hogyan őrizzük mi itt Kakasdon a hagyományokat. De szerintem ez a legfontosabb ebben. Igaz, hogy mindig azt mondják, hogy közösség, közösség. Jó, nagyon jó a közösség, csak a közösségnek egy gazdagabb programot kell ugye kitalálni, és ezért jó ez a néptánc, ezért jó a népdal, ezért jók a népmesék. Annó Sebestyén Ádám kérte fel Brigittát, hogy vezesse a Kakasdi Egyesületet, és ahol tudta, támogatta a munkáját. Most viszont visszavonul elnöki pozíciójából. Molnár Tímea, aki átveszi tőlem a vezetést, de teljesen nem fogok kiszállni belőle, mert megpróbálom átadni nekik, ha elfogadják persze azt a sok tapasztalatot, amin az ember ugye 34 év alatt volt jó is, volt kevésbé jó is, de az jó, hogyha megmarad, és maradok segíteni nekik, ha kell. A kakasdiak szoros kapcsolatot ápolnak a Déva és Vajdahunyad között található pici településen működő Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesülettel, akik rövid látogatást tettek a tolnai faluban. 30 évvel ezelőtt az akkori csoportok vendégszerepeltek nálunk, körbejártuk a Hunyad megyének a minden az egész zugát, és hát azóta nem is tudom hányszor voltunk itt, ők is voltak Keresztúron. Hát valahogy ez testvér kapcsolat. Abban mindkét szervezet biztos, hogy a jövőben is fenntartják a közös munkát és testvér kapcsolatot. Jelenleg már a karácsonyi ünnepkörhöz fűződő produkciókkal készülnek a társaságok. Regionális híreink következnek. Áttörés a SARS-vírusok eredetkutatásában, hatalmas eredmény a PTE kutatóitól. Tisztelgés, Somogy vármegye szerte is megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről. Eladás helyett vásárolnak, a polgármesteri előterjesztés ellenkezőjét fogadták el a pécsi képviselők. Nemzetközi összefogás keretében hatalmas eredményt értek el a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium kutatói a COVID-19 pandémia eredetkutatásában. Egy rangos folyóiratban nemrég publikált kutatásuk fókuszában Vietnám és a SARS-szerű koronavírusok álltak. Stábunk a kutatásban részt vett biológussal beszélgetett. Hatalmas eredményt értek el a Pécsi Tudományegyetem kutatója SARS-vírusok eredetkutatásban. A szakemberek az elmúlt 10 évben számtalan expedíción vettek részt a világ több pontján, hogy megértsék, honnan erednek, miként működnek, és hogyan előzhetők meg a különféle vírusjárványok. A vietnámi expedícióinknak köszönhetően olyan vírusokat találtunk, amik a SARS-1 és a SARS-2 koronavírusoknak viszonylag közeli rokonai. Ezért azt tudtuk megállapítani, hogy honnan is eredhetnek ezek a vírusok, a járványok. Ez valószínűleg Észak-Vietnám, Észak-Laosz, illetve Kínának a Yunnan tartományában vannak olyan vírusok ma is a természetben, amik nagyon hasonlóak a már ismert koronavírusokhoz.
Ezt a kutatási eredményt a rangos Molecular Ecology folyóiratban nemrég publikálták. Az első expedíció 2014-ben vezette a kutatócsoportot Vietnámba, már akkor mintáztak különböző állatokat. Legutóbb tavaly ősszel jártak Vietnámban kutatni. Itt helyi vietnámi denevír kutatókkal és francia kutatókkal dolgoztak együtt. A legnagyobb gyűjtést 2017, 22 és 23-ban végezték, tette hozzá Görföl Tamás, biológus, virológus. Vannak bennük vírusok, de nekünk egyébként itt Magyarországon ettől nem kell tartanunk. A trópusi denevérekben vannak olyan vírusok, amik átugorhatnak az emberre, hogyha nem megfelelnek a higiéniai körülmények. Tehát például, hogyha megeszik ezeket a denevéreket, vagy állatpiacokon olyan körülmények között tartják, ahol hogy megfertőződhetnek akár házi állatok, akár az emberek. De denevérekben találhatók ezek a koronavírusok, ebben a régióban, amit most kimutattunk és bizonyítottunk. A kutatási eredmények nem csak tudományos szempontból kiemelkedőek, hanem hosszú távon a társadalmat is szolgálják, mivel hozzájárulnak a jövőbeli járványok megelőzéséhez és hatékony kezeléséhez. Ezeknek a kutatásoknak a jelentőségét Görföl Tamás biológus-virológus a következőkben látja. Ezek viszonylag jelentős kutatási eredmények, mert nagyon sok ilyen vírust egyszerre tudtunk elemezni, és ennek nagyobb a bizonyító ereje, mint a korábbi kutatásoké, illetve mi néztük azt is, hogy milyen denevérfajokban fordulnak elő, és megtaláltuk az igazi, az eredeti gazdáit ezeknek a SARS koronavírusoknak. A virológus hangsúlyozta, a magyarországi denevérekben nincsenek olyan vírusok, amelyek ilyen járványt tudnának okozni. Ha redőnytokban elvétve találunk ilyeneket, ne bántsuk őket. Díszsor tűzzel és ágyúlövéssel is tisztelettek az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt fonyódon. A városi visszatekintést követően gyerekhuszárok felvezetésével vonultak át a résztvevők a Hunyadi térre, ahol elhelyezték az emlékezés mécseseit és koszorúit. Az első gyermekhuszár és tüzérbandérium tagjai vonultak a Fonyódi Művelődési Házhoz, hogy a megemlékezőkkel együtt visszasétáljanak az 56-os hősök emlékművének megkoszorúzására. Polgármester úr, Domina Barnabás hagyományőrző huszárfőnök jelentem, a Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzérbandérium az ünnepségre együtt áll. Kérek engedélyt a menet elindítására. Az engedélyt megadom. Értettem? A kishuszárok jelenléte már megszokott a városban nemzeti ünnepeinken. Minden nemzeti ünnepünk nagyon fontos a huszár életében, hiszen a huszár most már hungarikummá vált. És a huszár valahol a forradalom, a magyarság szabadság szeretetének tulajdonképpen a szimbóluma lett. Ezt próbáljuk a gyerekeknek is továbbadni. Ugye azért van nekünk gyermekhuszár csapatunk, hogy a gyerekek aktívan tudjanak részt venni a nemzeti ünnepeinken, megismerjék a hőseinket, az őseinket, a múltunkat, és legyenek büszkék ezáltal, hogy ők is aktívan részt vesznek a nemzeti ünnepen. A forradalom szele 1956. október 28-án ért el Fonyódot. Több száz fős tömeg gyülekezett az egykori járási tanácsház előtti téren, majd innen vonultak át a vasútállomásra, a rendőrségre és végül vissza a tanácsházhoz. Másnap, október 29-én ledöntötték az épület tetejéről az elnyomást szimbolizáló vörös csillagot. A forradalom és szabadságharc leverését követően Fonyódon is számos áldozata volt a megtorlásnak. 37 főt nyilvántartásba vettek, 7-et rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 főt internáltak, sokan pedig külföldre emigráltak. Az emlékezők az ő tiszteletükre helyezték el a koszorúkat és mécseseket. Ezt követően a hagyományőrző huszárok díszsortűzzel. Az 56-os hősök emlékére tűz! Majd ágyúlövéssel tisztelegtek 56 hősei előtt. Hiába javasolta a pécsi polgármester egy belvárosi lakás önkormányzati tulajdon részének eladását, a képviselők éppen fordítva döntöttek. Szerintük érdemes megvenniük az ingatlant, amire most kedvező lehetőség adódott.
Ingatlan forgalmi szakvélemény, ez a pécsi belvárosban a Koller utcában található ház egyik lakásáról készült. Ebben tulajdonrésze van az önkormányzatnak. Az új testület első ülésén a polgármester ennek az eladását javasolta előterjesztésében. Ezért közel 18,5 millió forint bevételt remélt a városvezető. A polgári oldal szerint inkább meg kell venni az ingatlant a többi tulajdonostól, hiszen üzleti szempontból ez érné meg. Végül az érvek hatottak, az eladásból vásárlás lett, ezt támogatta a képviselők döntő többsége. Ez ugye viccesen mondhatná, nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. Mi most pont az osztogatás ellen, pontosabban a fosztogatás ellen próbáltuk rávenni, megvilágítani a várost eddig vezető képviselőtársaink figyelmét. Úgy néztük sikerrel is, hiszen a végén az egész előterjesztést 18 igennel fogadtuk el. A képviselő azt mondja, nem szabad elkútyavetyélni egy ilyen piacilag értékes ingatlant. Ezt értették meg a bal oldalon is a képviselőtársak. Ha egy külső vevőnek megéri Pécs egyik legfrekventált helyén egy vélhetően alig 300 ezeres négyzetméter áron megvásárolni egy ilyen belvárosi ingatlant, ami inkább azt mondanám, hogy nem, tehát látva a képeket, az anyagot, de ezt bárki megnézheti az internetről nyilvános, nem mondanám, hogy jelentős felújításra szorulna, inkább csak modernizálásra. Nyilván ennek vannak költségei, de azt a hasznot, azt a profitot, amit a külső vevőnek is megéri, azt gondolom az önkormányzatnak is. A lakást társ tulajdonosai el akarják adni a részüket, ezért adódott most ez a helyzet, és élni kell vele, mondja a képviselő. Mivel egy speciális joghelyzet állt elő, az elővásárlási jog, így a mi vételi ajánlatunk ügydöntő ezen a nyomott értéken, ami egy szerencsés csillagzat, meg tudja vásárolni, és most erről is döntött a közgyűlés okosan szerintem, többi képviselőtársainkkal. Tehát Pécs vagyona nem fogyott, hanem gyarapodott. Ez a felelős vagyongazdálkodás Berényi Zoltán szerint, hiszen a lakás a közgazdaságtudományi karral szemben a Rákóczi út mellett van, így kiadható irodának például. A vásárlást ellenző képviselő szerint az eladásból befolyt pénzt kellett volna más önkormányzati lakások felújítására fordítani. A vétel mellett érvelők szerint hosszú távon több mint 18 milliót hoz a megvásárolt lakás, amiből lehet fejleszteni. Egyébként egy 139 négyzetméteres lakásról van szó, amit most 38 millióért vehet meg a pécsi önkormányzat. Ezek voltak Tolna vármegye hírei. Autók téli felkészítése. A tapasztalatok szerint sokan az utolsó pillanatig halogatnak. Ismerkedés, kapcsolatépítés. Együtt reggeliztek a település vezetők Bátaszéken. Jótékonysági Mici Mackó futás. Harmadszor rendezte meg a Dombóvári Szivárvány óvoda. Kakasdi székelyek. Cselna-Keresztúri delegációt fogadtak. Szombaton a déli órákhoz közeledve már országszerte napsütéses vagy szűrt napsütéses idő lesz jellemző. Gyenge, a Dunántúl térségében időnként mérsékelt déli, délkeleti légmozgással továbbra is kifejezetten enyhe légtömeg érkezik fölénk. A déli ország részben 20 fok feletti maximumok is lehetnek. Vasárnap továbbra is nagyobb esély látszik napsütés kialakulására. Ismét kifejezetten enyhe nappali órákkal számolhatunk. Hétfőn folytatódik az alapvetően front és jelentős időjárási eseményektől mentes időjárás. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!